2007 óta nem volt nyilvántartása, nem volt könyvelése a közalapítványnak. Így derült ki, hogy hiába, hogy befolytak pénzek a közalapítványba, és a város is átadott a közalapítványnak összegeket, amikor a döntések alapján, a kuratórium döntései alapján kiket volna ezt különböző támogatandó alapítványoknak különböző célokra fizetni, akkor ez a pénzösszeg nem volt meg. Ez egy negyed év, fél év óta folyó ügy. Én nagyon remélem, hogy a rendőrség gyorsan fel fogja deríteni a tetteseket, és hogy kihibázott. Itt is kiderült, hogy rendszertelenül, komolytalanul, rend nélkül, szervezettség nélkül mennek a dolgok. Ez számomra szörnyű, hogy az, amely az ország, amilyen tevékenység az ország gerincét alkotja, a rendszer, az államháztartás, annak a részei, egy önkormányzat annak a részei, hogy ilyen hibákat tükröznek. Számomra ez elfogadhatatlan.